Na, sziasztok! Szóval, csinálunk most egy gondot, egy új videót, megint maradunk ezen a C++-os vonalon, méghozzá a memóriáról fogunk beszélni. Erről többfajta videó is lesz, lehet, hogy egy sorozat is lesz ebből majd így, a optimalizáción belül vagy mellett. Mert a memóriának a felépítése, működése az egy nagyon olyan dolog, amit érdemes tudni. Okés? Úgyhogy gondoltam, erről megyünk, és olyan dolgokkal is fogunk beszélni, főleg a stack-kel kapcsolatban, amit esetleg azok is, akik azt gondolják, hogy értenek hozzá, azoknak is talán lehet, hogy lesznek meglepetések vagy érdekességek. Illetve aki meg nem tud róla, meg fontos, hogy nézze meg ezt a videót, úgyhogy vágjunk is bele. Nem húznánk az időt, de azért annyit húzzunk, hogy legyen egy flippelés, és mert így jobb helyen vagyok, és írjunk egy kis programot. Nagyon egyszerű kis programot. Úgy, mi a franc volt ez. És azt mondja, hogy return 0. Sima C program. Legyen belőle egy int calculate. Szerintem nyugodtan halkíthatunk ezen a zenén. És azt mondja, hogy van benne egy int a, legyen 20, int b, az legyen mondjuk 2, aztán return legyen ez vissza egy 2-ször a plusz b-t. Ugye mindenki tudja, mit számol ki ez a függvény, a világegyetem értelmét. És akkor azt mondjuk, hogy printfeljük ki. D, ezt a kalkulétnek az eredményét. Halál egyszerű program. Nem így. És ott van a világegyetem értelme. Remélem eddig követhető. Próbálunk gyorsan haladni, illetve mégis magyarázni is. De azért nem unatkozom senki, bármilyen szinten azért próbál gyorsan is haladni. Na, miért írtuk ezt a kis programot? Ez azért lesz fontos, mert a stacket nagyon jó, meg összesen a memóriának mindenféle formáit nagyon jól lehet vele szemlételgetni. És először is beszéljünk egy kicsit arról, hogy a memória egyáltalán milyen részekből épül föl. Most ez egy egyszerűsített nézet lesz, nehogy azt higgyétek, hogy csak ezek vannak, de az egyszerűsítésének mi a lényege? Az egy olyan hazugság, ami segít az igazság megértésében. Na már most, akkor hogy néz ki az egyszerűsítés? Egyszerűsítés az úgy néz ki, hogy itt van a memória, mondjuk itt van nulla, nulladik byte, itt meg van mondjuk 64 kilobájtnak a vége, ez ilyen tök kicsi méretű számítógépnek a memóriája, ez még annál is kisebb, amit mutattam a múltkor, ilyen minimum Linux-os számítógép, ez valami 80-as években ilyen mikroszámítógép mondjuk, például. De ugye akkor is már létezett Intel CPU, tehát azért sok dolog onnan öröklődött. Majd értitek, hogy ezt miért mutatom. És akkor azt mondják, hogy jó, a memóriában egy csomó rész mondjuk az operációs rendszeré, meg a BIOS, meg mindenféle ilyen dolog, ami semmi köze a programothoz. Aztán van egy maradék rész, ami szabad. Ugye ez a összes többi rész, ez gyakorlatilag idézőjelben szabad a programoknak. Na most, mondom, ez egy egyszerűsített nézet. Ne szóljatok be, tudom, csomóan értitek, hogy ennél sokkal bonyolultabb a helyzet. Aki nem érti, az is értse a további videó részt, ezért mondom ezt így. Milyen részei vannak ennek a maradék szabad résznek? Ugye, mert ez a kis szabad rész, ennek további felosztása is van. Először is. Lesz a programnak, itt maga a program. Ezt nevezzük úgy, hogy PRG. A programhoz eleve hozzátartozó. Konstansok, globális változók, helyei, maga a forrás, ugye a kód, ami fut, a bináris kód, stb. Ezt ugye az oprendszer tölti be a memóriába. Tehát az operációs rendszer tudja, hogy hova tölti be a programot, oké? Okay? Az operációs rendszer azért azt is tudja, hogy a program után itt mekkora szabad terület van. Oké? Okay? És ezért a program kéri az operációs rendszert, figyelj, adjál nekem egy memóriát, és az megmondja, hogy mondjuk itt van egy 5 kilobajt méretű rész, tessék, ezt használd. Na most ezt vonogassuk vissza. Mindegy, ez így maradt ott lenn. Oké, eddig gondolom mindenki értette. Tehát a
azt mondjuk ide rejtem, a oprendszerre betöltötte a programot, a program beszél az oprendszerrel. Ennek a maradék résznek azért nem csak szabad felhasználású a része, hanem két része van. Van egy stack. Ami lefele nő. És van a úgynevezett heap. Tehát a verem és a kupac. A heap az, amit a oprendszer osztogat nekünk, a stack az pedig igazából a lokális változókhoz kell, meg a rekurzióhoz, meg ilyen dolgokhoz. Na, ennyit eddig erről. Tehát amíg az, tehát hogyha ezt mondtam, hogy így néz ki, akkor gondolhatjátok, amikor itt a lokális változókat írtuk, akkor igazából azok a stackbe kerülnek. Hogyha ezt a dolgot ide kiírod globális változónak, akkor az egyébként ide a proc területre kerül, gondolom azt látjátok, hova mutogatok egész mutogatóval. Hogyha pedig azt mondod, hogy void csillag, mit mallok, mem, egyenlő mallok, 5000, tehát egy mallokkal allokálsz memóriát, mondjuk ilyen 5000 kilobájtnyit, akkor az pedig a heapról fog neked elkeletkezni. Meg egyébként, ha new-t írsz, tehát ugye bármilyen nyelven, nem csak C++-ban, meg C-ben nincsen new, de ugye C++-ban, vagy C-sharpjával, ilyesmi helyen, ha azt írod le, a new, akkor igazából szemantikailag, ebben most van egy sok egyszerűsítés, amit mondok, szemantikailag az a heapről keletkezik az a memória, és egy kis területet kapsz az oprendszertől, ami össze-vissza lehet. Na most, mivel nem 64 kilobájt memóriád van a gépedben, ezért ezek tökre össze-vissza lehetnek, amikor kapsz a heapről valamit. A stackben viszont egymás után vannak a dolgok, vagyis a vermen. És még egy dolog, a vermet ugye úgy kell elképzelni, mert az a verem adatszerkezet miatt is ez a neve, hogy verem. Ugye az egy ilyen luk, amiben dobálhatsz le föntről dolgokat, és abban a föntről dolgokat beteszed, mondjuk azt, hogy 1, beteszed azt, hogy 2, beteszed azt, hogy 10, és hogyha mostantól a 2-t akarod kivenni, mindig csak a legfelsőt látod, tehát amit utoljára tettél be, azt tudod kiolvasni a legelőször, hogyha a következőt akarod betölteni, akkor azt úgy kell, hogy kiszeded ezt a 10-et, ezt meg itt áthúzzuk, hogy az már nincs, és akkor ugye látod a 2-t is. Oké? Okay. Remélem mindenki számára egyértelmű, miről van szó, érthető, stb. Ezért hívják veremnek. Na ez nem teljesen igaz, mert mivel ez egy sima memória terület, ez nem valami hardveres verem, ugye azért ide rajzoltam be, a memórián belülre rajzoltam be, nem valami hardware külön a processzorban. Vannak egyébként olyan mikrovezérlők, ahol külön hardveres verem van is, korlátolt méretű, mondjuk csak 4 mélységet tud tárolni, de ez nem ilyen. És igazából ennyi. A lényeg az az, hogy miért kell a lokális változókat egy ilyen verembe pakolni? Hát azért, hogyha rekurziót csinálsz, mondjuk Fibonacci sorozatot vagy valamit, akkor gondolj vele, ott is lehetnek ilyen lokális változatok, mint itt az A és a B, de ha ez egy rekurzív függvény, akkor az nem lehet úgy, hogy azok ugyanaz a memória kis doboz legyen az A meg a B, mert akkor a rekurzió következő szintje, amíg még be se fejeződött az előző, ugye mert egymást hívják, felülírja a saját változóját. Tehát mindenkinek saját példány kell, tehát minden egyes rekurziós mélységnek saját példánya kell ebből legyen, és ezt úgy lehet megoldani, hogy erre a stackre pakolgatják. A másik, a paramétereket is nyilván kell valahogy átadni, a paraméter átadást is a stacken végzik. Tehát azt mondjuk, hogy itt a kalkulétnek mondjuk lenne két paramétere, int p1 p2, akkor ezeket is a stacken kell átadni. Most egyszerűsítettem. Jó. Na jó, nézzük ezt meg egészen pontosan. Itt azt mondjuk, hogy minusz s, és akkor megnézzük itt a assembly kódját. Itt kicsit csúnya, hogy ide tettem a dolgot. Hát azt mondom, hogy megijesztitek az ábrát, a fönti ábrát? Megijesztitek, ugye? Kész, oké. Okay. Lerendeztük. Most nézzük meg, hogy kell ezt. Azt mondja, hogy clear screen, shift 9. Eltüntettük az ábrákat, jó, mert
az a helyzet, hogy már zavarná itt az olvashatóságot. Na szóval, nem kell assemblyhez nagyon-nagyon érteni, kicsit lejjebb halkítunk, viszont látjátok, itt van a main függvény, elhiszitek nekem, ide van írva, hogy main. Van ez a calculate függvény, és ilyen gépi kód generálódott belőle. Na most, mondom, nem nagyon kell extrémen érteni az assemblyt ahhoz, hogy megértsétek, amit most mondok. Itt van egy 20 meg egy 2-es szám. Ez nagyon ismerős lehet, volt egy 20-as meg egy 2-es lokális változónk. Na már most ezt eltesszük egy base pointerhez képest minusz 8-es, minusz 4-edik helyre. Egy fontos dolog. Amikor megkeletkezik a függvény, elején egy kis inicializáló kód minden függvénynek, és a végén akkor a kettő között van igazából a valós függvényetek, tehát van egy ilyen prefix-suffix-e, amit oda tesz a fordító, és azzal megcsinálja nektek a helyet ezen a stacken a lokális változatnak. Na már most újra rajzolni fogok. Amikor egy függvény elindul, akkor ugye van így egy stack, és van benne már mindenféle sprints franc, amit nem tudjuk, hogy micsodák. Az már ugye ott volt. Lehet, hogy például a előző iterációk, más függvények, a main függvénynek a mindenféle hülyesége. Most esetünkben például a main függvénynek a mindenféle hülyesége ugye itt van. Akkor inkább így rajzolom le. Itt van a main függvénynek a mindenféle dolga. A main függvény saját lokális változói. Ez egy stack frame, ezt úgy hívják, hogy frame. FR-rel fogom most rövidíteni. Ez a mainhez tartozó stack frame. Ez a stack frame, ez most fog megkeletkezni, a lokális változónak a helyei, ez pedig a calculate-hez tartozó stack frame. Oké? Mi ez a stack frame? A stack pointer, ami most RSP, register mint R, és SP mint stack pointer, azt látjátok itt. Szóval a RSP register az mindig mutatja ennek a veremnek a tetejét. A base pointer, a RBP register, konvenció szerint egyébként másra is használható, hogyha kézzel írtok assembly kódot, de erre van benne a processzorban. A base pointer az megmutatja az RBP, hogy hol van a lokális változóidat, meg az ilyen paramétereidet körülölelő területnek az eleje. És ugye mondtuk, a memória, a stackbe erre teszel bele dolgokat, de a memória címek erre csökkennek és erre nőnek. Ez azért van, mert az előző ábrán láttátok, hogy a stack az a memória végén volt, és így jobbról-balra íródott, ez ugye azért volt, mert sokkal egyszerűbb megcsinálni a programokat, hogyha tényleg nincsen operációs rendszer, nincsen mallok, meg ilyen free, meg memória, meg nincsen heap használat, akkor te csak balról-jobbra használod el a memóriát, ez a stack, ez pedig jobbról-balra, és akkor legalább tudsz rekurziót csinálni. Ugye ezért volt a prociba ez így kitalálva, ez egy nagyon egyszerű dolog. Hogy ahogy egyre több dolgot pakolsz bele, úgy csökkennek a címek. Tehát ennek a M betűs, a mainhez tartozó lokális változók, amik a stacken vannak, azoknak a címei nagyobbak, mint a calculate-hez, amikor benne vagyunk abban a alsó függvényben. Oké? A lényeg az az, hogy mostantól ez lesz ugye az RBP, ezt innen elfelejtjük, és az új stack pointer az ide mutat. Viszont nézzétek meg, hogy ide a stack frame-re a legalsó részre először elpusoljuk az előző RB base pointert. Nyilván, mert az most el fog veszni. Értitek, ez a cucc, ez nem veszett el, ez a pozíció, de ez, amit így kipszkakszal elizéltem, ez elveszett. Tehát, hogyha visszatérünk a függvényből, ugye vissza kell kapnia a hívónak a saját lokális változóit, a saját paraméterét, a saját dolgait, ezért valahova azt el kell mentünk, na azt ide tesszük el. Még egy dolog elmentődött oda a tetejére, az előző cím, ahol a processzor tartott, tehát az előző függvény, hol voltak az utasításai. Ezért tudunk rekurziót csinálni, és oda vissza tud majd ugrani. A return utasítás annyit csinál, hogy az kiszedi ezt az utolsót.
Ez a pop, ez meg látjátok, ezt az eltárolt dolgot fölötte, ez kiszedi. Itt van egy BP, base pointer. Base pointer store. Az a base pointernek az elmentése. Oké. Okay. És igazából minden más, látni fogjátok, itt van egy szubművelet valahol. Valamiért nem látok. Marhára kéne legyen. Talán a mainhez tartozó részen. A lényeg az az, hogy csináltunk valahol egy stack keretet, ezt egy szubműveletre szokás csinálni. Jó. Erről ennyit. És így működik a stack. Ezt remélem mindenki érti, ezért működik rekurzióan, stb. Még egy fontos dolog van, hogy a stackbe gondoljatok bele, hogy bekerül a következő függvény ide a tetejére. Aztán befejeződött a függvény, kikerül. Bekerül megint a következő függvény az ő lokális változóival. Aztán kikerül. Ez mit jelent? Azt, hogy ez a terület, ez a memória terület baromira cache lokális. Jó? Tehát ami a stacken van adat, igazából azt jelenti ez, hogy a lokális változóid a stacken baromira cache lokálisak. Most ezt megint eltüntetjük, és ebből kilépünk, és azt mondjuk, hogy ha ezt ide tesszük, ide ki, akkor ez mennyiben fog változtatni bármit is. És azt látjátok, hogy itt csak a kettőt tesszük be valahova, és ide tette ezt a long 20-at, mint értéket. Ez azt jelenti, hogy igazából ugyanúgy, ahogy a programnak a kódja van, oda van eltéve a 20-as érték, nem pedig a kód beírja a stack regiszterben, amikor éppen fut. Tehát így globálissá vált. Na már most, fontos tudni, hogy ezzel ugye nem a heap-re tettük, és nem is a stackre, hanem az eredeti a programhoz tartozó, meg a globális változóhoz, meg a forrásához, meg stb. Ez tartozó fájban, magában, az exébe is benne lesz. Értettétek, ugye? Az betöltődik a RAM-ba, az oprendszer által, ott tudjátok kirkálni. Tehát így megvan a heap, megvan a stack, és megvan az, ami ilyen globális és a bináris fájban keletkezésképpen benne lett. Remélem, ezt értitek, ezt a hármast. Ezt nagyon fontos érteni. A heap az egyáltalán nem szokott cache lokális lenni, persze próbálják úgy, hogy ne legyen összevisszaság, de azt nagyon nehéz megoldani. A stack az láttatok baromira cache lokális, a programbannak a globális változatai pedig úgy cache lokálisak, hogy amilyen sorrendben írkáljátok, általában úgy szokott ez eltárolva lenni. Tehát, hogy nyilván amik egymás mellett vannak, azok továbbra is ilyen egészen cache lokálisak. Ezek eddig az alapismeretek. És most kicsit menjünk mélyebben bele. Mert szeretnék mutatni dolgokat, azon túl is, hogy ez máshova kerül, stb. Ugyanis akarok nektek egy olyat mutatni, hogy azt mondjuk, hogy karcsillag, szöveg, ezt tegyük ide mögé mondjuk, mert miért ne tegyük mögé, de legyen itt. Tehát legyen egy karcsillag szöveg, sőt, tegyük nyugodtan kalkulációba, miért ne tegyük oda. Legyen egy szöveg, ami az legyen, mondjuk, hogy szöveg. Miért ne? És ezt printfeljük ki, vagy pucoljuk ki. Az még egyszerűbb, pucoljuk ki. Oké? Tehát puccal ki fogjuk írni ezt a szöveget. Ugye az a sorrendelést is hozzáteszi a puc. És jó. Ennyi. Csinálunk egy ilyet. Látjátok, kiírta, hogy szöveg. És akkor most tényleg csináljuk meg ebből a SMI-s változatot. Látjátok, ez is a program data szekciós jellegű globális változatos helyére bekeretkezett. Ez azért van, mert mit csináltunk? Mi itt a program?
Ugye azt mondjuk, hogy csinálunk egy karakterekre mutató pointert szövegnéven, és hozzáírjuk a string literát. Ez ugye úgy hívják, a string literál, ez a idézőjelek közötti dolog. Na már most ez a string literál nem itt tárolódik el lokális változóként, hanem valahol a program exe-nek a törzsében tárolódik el, ugye? Oda kerülnek egymás után szöveg. Ezt egyébként meg is tudjuk így nézni, hogyha azt mondjuk, hogy vim stack str, nem str, stack frame. Itt a bináris, és rákeresünk erre egy szöveg. Látjátok, benne van konkrétan az exe-be. És látjátok, igazából erre egy pointert kapunk, tehát amiután a oprendszer betöltötte a memóriájába, ide az arra mutató pointert kapjuk meg. Ennek megfelelően, ha azt mondjuk, hogy printf zaisof szöveg, nyilván 100% t, ugye? Megint nem tettem veszélyt valami misztikusokból. Látjátok, a Zyxoff szöveg az azért 8, mert látjátok, ez nem 8 karakter, 2, 4, 6 karakter, és a 7. a nulla termináló, ugye a nulla byte a végén. De azért 8 lett a hossza ennek, mert ez egy pointer. Ugye ez a szöveg az csak egy pointer, ami mutat valahol erre a 7 byte-os dologra. És a 7 byte-os dolgot azt nem a stack-en hoztuk létre, mert ugye a stack-en csak egy mutatót hoztunk létre. Ez annyira igaz, hogyha most azt mondom, hogy szöveg egyenlő más. Akkor ugye látjátok, a méretek ugyanazok maradtak, és egyszerűen csak a pointert változtattam meg. Viszont hogyha megint most a vimet megnézzük, akkor ott van a végén egy, van egy szöveg, meg van egy más. Tehát két külön helyen, látjátok, a exe-be tök más helyre bekerült, és ezekre mutató pointereket kaptunk, miután betöltött ez az egész a RAM-ba. Okés? Na már most, jön talán egy olyan dolog, amit kevesebben ismerhetnek, én gondolom. Esetleg a vérókás C programozók közül is. Hogyha azt mondjuk, hogy kar szöveg 2 tömb, legyen ez str mondjuk, mint string. Tehát ha egy stringet ilyen karakter tömbként ábrázolunk, ami általában azt hiszik az emberek, az teljesen ugyanaz, mint a pointer, mint a karcsillag, akkor azt mondjuk, és ugye ez a string, és ide írjuk azt, hogy mi legyen ide írva, valami. Jó. És ezt is így érdekes, ugye ezt így simán puccal ki tudjátok írni. Eddig gondolom oké. Látjátok, kiírodott a valami. Na már most, egy kicsit érdekes szerintem, viszont hogyha azt mondjuk, hogy zaisof str, na az vajon mennyi? Tippeljétek meg. 3, 2, 1, lefordítjuk. Az viszont 7. Na ez már talán érdekes. Mert láttátok, simán pointerként adtuk át azt a kartömböt, és a Zyxoff itt máshogy viselkedik. De fontos megjegyezni, hogyha most azt mondjuk, hogy a szöveget ugye beállíthatjátok az str-nek, és viszont ugye mind a kettőben be, ugye a valami van, de az egyik az 7 byte, a másik meg 8. Na, ehhez mit szóltok?
Mert az egyik az egy pointer, a másik meg maga az adat. És ezt szerintem sokan nem tudják, hogy aközött, hogy így írom le, vagy így írom le, akkora különbség van, hogy az egyik a... ugye a adatszegmensbe betárolja a stringet, és egy arra mutató pointer lesz csak itt generálva a kódba, míg a másikban egy olyan kód lesz generálva, ami a stackre egyesével fölpakolja ezeket a byte-okat, és ezek a stackkel lesznek eltárolva. Hoppá! De ezt azért gondoltam, hogy legyenek el ilyen kicsit olyan mélységek, amire esetleg nem gondolkoznak sokan. És ennek például vannak olyan mellékhatásai, hogyha azt mondjuk, hogy mondjuk itt a kettő között azt mondjuk, hogy szöveg nulladik eleme az legyen az, hogy legyen nagy betűses. Akkor a segmentation fault. Mert ez egy undefined behavior azért, mivel a karakter string literált, tehát a idézőjelek közötti részt, hogy hova tárolja el és milyen jellegű szegmensben, hogy az írható vagy nem írható, azt a szabvány, a C szabvány vagy C++ szabvány nem definiálja. Ezért ez egy nem írható dologba kerül, mert az egy const típusú dolog, és emiatt probléma van. Úgyhogy eleve érdemes ezt const karcsillagként csinálni, de akkor viszont ugye kapsz rá errort, hogy ez nem működik. Ugye ezt egy tanulságként mondom, hogy ha valaminek ilyen karakterliterált értékül adsz, ha csak nem valami legacy kód, ha csak nem valami miatt mit változóba kell áttenned, stb. Nyilván ilyen pointer állítatásnál, mint itt. Akkor egyébként a változót az inkább csinált konskarcsillagá, jó? Mert akkor ezektől a segbelövésektől meg tudod lopni magadat. Viszont szerettem volna ezt megmutatni. Jó. Így ilyen nem történhet meg. Ugye a pointer az nem konst, hanem csak amire mutat, az konst. Szóval az, hogy átírod így másra, teljesen másra mutasson, azt megengedi továbbra is. A rendszer, ugye azt a konstot azt meg ide kéne akkor írni, akkor nem írhatnád át. Akkor látod a mássával a átírást, azt nem engedi már meg. Meg a str-re, stb. Na jó, ezt most innen visszavonjuk. Ugye ez a konstságnak a kétféle dolga, hogy a pointer konst, vagy a általa mutatott dolog az, ami konstas. Mert most nem megyünk bele, ez csak mellékesen jött most itt pluszban. De viszont a lényeg, hogyha ezt a dolgot, ami itt volt, ugye ez volt, ami segmentation faultot okozott, ha viszont ezt nem ide tesszük, hanem miután az str-be beállítottuk, hogy a szöveg az str-re mutasson, inkább ide mutatunk, akkor ha ez a programot lefuttatjuk, akkor azt kell, kapjuk, hogy salami. Tehát hogy kaptunk ott szalámit? Na úgy kaptunk szalámit, hogy viszont ez a dolog, ez ugye a lokális stack-en volt, emlékezzetek vissza az ábrára, az teljesen másik memóriaterület, az írható, és most a pointer az erre mutat rá. Tehát a pointer hiába itt van deklarálva, de ez most erre az adatra mutat rá, és azt szabadon lehet irkálni. Most egyszerűsítsük le ezt egy kicsit, és nézegessük meg az assembly-t. Jó, most csak így simán benne vagy szöveg, kiírja. És látjátok, most konskar csillagos, és akkor azt mondja, hogy legyen belőle egy minusz SS típusú fordítás. Oké. Okay. Láthatok itt a szöveg. És ami talán lényeges, nem is tudom hirtelen, hogy miért akartam ezt megmutatni. Ja igen, hogy ugye itt el van tárolva és kész. És nektek erre a szövegre, ami az LC0, ez megjelenik, itt látjátok, azt betöltük egy regiszterbe, annak a memória címét. Ez ilyenkor csak egy memória címet jelent, tehát a label az el. Viszont, hogyha
nem így csináljuk ezt a programot, hanem úgy, hogy amit az előbb mutattam, hogy ez egy kard töm, akkor nézzétek meg, hogy mi fog belőle megkeletkezni. Töltjük. Nincsen ilyen sehol se, hogy... Nincsen sehol se ez a szöveg. Viszont itt ilyen varázslatos számok megjelentek. Most képzeljétek el, itt hexával konkrétan bele van írva valahol, belekódolva. És a stackre föltesszük. És itt látjátok a stacketnek csinálunk egy helyet. Ez a sub 32-t kivonunk a stack pointerből, ez azt jelenti, hogy odébb tolja. A base pointert meg oda tesszük, ahol előtte a stack pointer volt. És itt a végén van egy leave, az annyit csinál, hogy ezt visszacsinálja ezt a kivonásos dolgot, visszacsinálja azokat a poppolásokat, amiket előbb kézzel csináltunk. Most az ugye nagyobb lett a stack méretű, meg több lokális változó kellett, ezért ez így tárolódott el. Remélem még mindig követhető, azért most kicsit kezdünk így belemélyedni a dolgokba. Hát kell ezeket valaki elmagyarázza, és erről sincsen azért túl sok content. Mert általában azt hinné az ember, hogy hát a heapről, meg a cache lokalitásról, meg így a memóriáról sok beszéd van, ott sokkal kevesebb, mint kellene, arról is majd fogok videókat csinálni, ha érdekel ez a téma valakit. De talán az meglepő lehet, hogy a stacknek is vannak ilyen mélységei. Főleg egy veremnek vannak mélységei. Bocs, ez szó viccért. Na, a lényeg az, hogy láttátok, ez konkrétan a lokális változók közétek kerül be, és ennek vannak ám egyébként kódoptimalizációra is hatásai, mert amikor össze-vissza van, hiába egy viszonylag kicsi terület, mondjuk a program forráskódja, jó esetben nem túl nagy, de a forráskód mellett valahol a dataszegmensekben van mondjuk az ilyen kóstos szigeknek ilyen helye, de azok ugye akkor is nem feltétlenül egy cache line-on vannak. Viszont hogyha így csináljátok meg, akkor egy tök cache lokális kicsi idézőjelben C-stringeket tudtok csinálni. Úgyhogy ez elég pro, érdemes néha megpróbálni csak ezt átírni, hát ha kicsit gyorsabb lesz a pod, vagy hát ha lassabb is lehet. Mert ugye ez egy kétélű fegyver, mert oda is kell tölteni. Látjátok, a kód minden esetben föl is tölti ezeket a dolgokat a stack-en. Most ha ezt szétoptimalizálom, lehet, hogy el is tűnik az egész, és a pusz csak meghívódik ezzel. Most ezt kentsük el. Azért nem hívok optimalizációt, hogy lássátok igazából a logikája micsoda. Mert... Igen. Na jó van. Ezt megmutattuk. Igazából a stack frame-eket megmagyaráztuk. A stack, heap és a program adat szekciót, mint memória különbségeit elmagyaráztuk, és ezeket a stack szinket is elmagyaráztam, ezt külön fájlba akartam tenni. Annyiból érdekes, hogy... Igen. Szóval annyiból érdekes talán mégis külön választani. Ilyen CSTDO. Simán main kell azt a kurva életbe. Áramszünet van. Hát jó. Jó vaskaszok. Akkor fölpörgünk egy kicsit. Föl kéne valahogy úgy pörögni, hogy legalább lássatok. Nem fogtuk látni, ezt lekapcsolom, mert így legalább kevesebbet fogyaszt. Nem, örülök, hogy ezt nem élőbe vettem föl, basszus. De tök jó kérdés, hogy vajon mi történt most. Van egy kis piros LED. Marha érdekes. Na mindegy. Oké, ezt először is ezt kapcsoljuk le. Próbáljuk meg azt elérni, hogy legalább fölvételben meglegyen ez. Battery, remélem kitartasz. Okés. Szóval, amit akartam még elérni, itt a stack stringekkel kapcsolatban, de örülök, hogy ezt nem élőben nyomtam ki, mert most elveszne a fele. Szóval itt a stack stringekkel kapcsolatban, hogy
Jó, oké, láttuk, hogy egyik a stack, egyik a lokális stackre kerül, a másik a data sectionbe kerül. De hova kerül egy std string? Igazából felesleges ezt belemenni, azt tudjátok, az a heap-re kerül. Na már most, viszont van itt egy small string nevű, CPP nevű dolog, amivel egy másik dolgot, amit szeretnék azért megmutatni, ugyanis nem azonnal kerül a heap-re. Small string. Na. Fordítsuk le. És miről van itt szó? Van egy üres stringünk. Csináltam rá egy lokális pointert. Megmondtuk, hogy maga ez az objektum, tehát ez nem a stringnek a tartalmára mutat pointert, nem a s.cst-t tettem ide, hanem magára erre a string objektumra való pointert. Azt kiírjuk, megmondjuk mennyi, mekkora a mérete ennek az objektumnak, ugye C++ objektumnak, megmondjuk mennyi a kapacitása a stringnek, aztán itt egy ilyen, látjátok, ilyen fura kiírás, amit utána egy ciklusban is csinálunk. Ez a fura kiírás azt csinálja, hogy megmondja, hogy mennyi méretű a string, utána a tartalmának a memória címét, itt már tényleg a tartalmáról van szó, utána pedig a stringet magát kiírjuk azért csak, hogy látszódjon, és egy soremelést, és utána folyamatosan albetűket irkálunk bele, lehetne mondjuk pont is, vagy valami. Most ezt futtassuk el, és akkor látjátok, a string maga ezen a memória címen volt, mit tudom, valami 7FF, stb. A objektum 32 bájtot tárolt, tehát az std string s, hogyha egy ilyet leírtok, az 32 bájtot csinál egyébként a stackren. És a kapacitás alapból 15. Most 30-szor elkezdtem belepakolni az albetűket, és nézzétek meg, amikor elértük a 15-ös kapacitást, akkor megváltozott a memória cím. Na már most, úgy változott meg a memória cím viszont, nagyon nagy mértékben, látjátok, a felső bitek változtak meg. Ez azért van, mert úgynevezett small string optimalizációt végez a GCC, meg egyébként a Clang, meg a Visual Studio, MSVC, meg mindenféle C fordító, és alapjában véve a stringbe, mint objektumba, ebbe, ami kicsi méretű a string, addig önmagát tárolja 15 byte-on keresztül. Ha azt a 15-öt elérjük, akkor kezdjük el csak a heap-et használni. Na most ez azért jó, mert látjátok, igazából amíg a stacken van valami, addig baromi gyors, tehát minden, ami 15 hosszúnál rövidebb, az baromi gyors és cache lokális lesz, az összes ilyen string használat, és képzeljétek el, hogy itt a lokális stacken kerül felhasználásra. Ez, azt hiszem, most sajnos internetem elmúlt, ugye most nyíltan nincsen kapcsolat, se semmi, se világítás, csak nektek nyomom a videót, és be fogom fejezni. Szóval ez a GCC 4-es óta van, a többi fordítánál fogalmam sincs mióta, utána nézhetnénk a neten, most ezt nem tudjuk megtenni. Okés. Ezt mindenképpen szeretem volna megmondani, mert ez egyébként egy olyan optimalizáció, ami a heap-ről, ugye a stack-re viszi az adatokat. Egy másik dolog, ja igen, igen, és amikor egy ilyet láttok, az objektum maga a stack-en van, C++-ban, tehát egyébként érdekes, hogy C-sharpban, Java-ban, meg ilyen helyeken, ott nem igaz ez. Az objektum ott a heap-en van, és mindig csak egy referencia kerül, mindig csak 4 byte, 32 bites képen, vagy 8 byte kerül ide, de C++-ban maga az objektum, az kerül a stack-re. A tartalmában lehettek olyan dolgok, amik pointerek, mint itt a stringnél is, hogyha túlságosan megtöltöd, ugyebár. Egy vektornál is, egy tömb van alatta, ott viszont nincsen ilyen small optimalizáció, az alapból a heap-re mutat. Esetleg annyi a javig üres, addig egy null pointer, és sehova kell utat. Úgyhogy néha vannak a stringre legalábbis ilyen optimalizációk, amik például azt a jéhapákos patent, amit a múltkor mutattam, egy kicsit, hogy mondjam, nem azt mondom, hogy használhatatlanná, vagy értelmetlenné teszik, de a simán csak ilyen rövid stringeket pakoltok össze, akkor igazából nem kell aggódni, hogy azt ilyen patent szerint megcsináljátok, vagy beadjátok paraméterként, de hogyha a 15 karakternél hosszabb, akkor már ugye aggódni kell.
Ezt a programot csak azért írtam, hogy ezt kimérjük, hogy mikortól kezdődnek ezek a dolgok. Na menjünk tovább a stacknek a trükkösségében, és itt most van ez a stackoverwrite.c. Hát szerencsére milyen jól látjátok, hogy SMB-t tudok így is generálni, és ugye nem csak ilyen godbolttal fogjuk tudni nézegetni ezeket a kódokat, mert képzeljétek el, mert ezt most ugye kényelmesebb lenne godbolttal nézegetni, de csináltunk ugye a mainbe egy ilyen kula 2 függvényt, azt hívjuk meg, ez megvan no inline-olva, ez azért van, mert ezt optimalizálva fogjuk fordítani, és nézzétek meg, két paramétert kap, ugye ezek mind a kettő a stack-en van, kiírjuk a B-t, és kiírjuk a memória címeit is. Na már most, amiről nem igazán beszéltem, és talán még a böngészőben benne lesz, ez még ennek a neve stackoverwrite.c. Nincs ebből lesz emlis változat, de akkor mostantól ez C-be van, ez C-be van, igen, akkor GCC stackoverwrite.c -s-o stackoverwrite.s. Oké? Ez most nem igazán érdekes semkit. A lényeg az az, hogy ja, mert autót használtam. Mindegy, C++-os szokások, ugye ez C++-os dolog. C++-11-es. A lényeg az az, hogy most meg tudjuk nézni ezt, megvan még a kettes, nincsen, oké. Tehát stackoverwrite.s. Megnézhetjük ennek az assembly-ét. És lett cool a függvény. Azért jó, hogy így no inline-oltuk ezeket, hogy ne inline-olhassa, mert így legalább tudjuk látni, melyik függvény melyik. És ami érdekes lehet, hogy itt a edit és az ESI regisztert menti el a base pointerhez képest, ugye a stackre. Tehát a lokális változóinkba. Tehát érdekes, hogy nem a stacken keresztül ment a paraméter átadás, mint azt esetleg talán sokan megtanulhatták, mondjuk ilyen standard call, meg stb. Ott úgy volt, hogy minden egyes paramétert a függvénynek, ahogy voltak a paraméterei, azok a stacken fordított sorrendben, vagy ahogy nézed, kellett fölpakolni őket. Ugye pusolgatva, és utána poppal meg leszetted, és így működött a rekurzió, meg a paraméter átadás, meg az összes varázslat. Na már most, ez igazából nem csak így van, és szerencsére ez még itt meg van nyitva, ezért nem lesz vele probléma, hanem van egy csomó ilyen calling convention, hívási konvenció, ami például a x86-osról van egy ilyen lista, a CDEX az a 32 bites dolog, amit Linuxon használnak általában, ott úgy van, hogy látjátok, a pushogatják így a paramétereket, és utána a hívó az ő maga csinálja a takarítást. Tehát nem a hívót csinálja a takarítást, hanem a hívó. Ez egyébként biztonságosabb is. És az EAX-ba teszik a visszatérési értéket a függvénynek, és stb. 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 Ami ilyen nagyon híres, az a STD-kal, az a Pascalnak egy változata. Az EAX, ECX, EDX mindig olyan, amit úgy feltételezik, hogy ezt elrontja a függvény, és a Pascalásnál igazából az a lényeg, hogy folyamat minden egyes dolgot fölpusolgatsz a dolognál, de akit hívtál, annak kell ezt eltakarítania. Aztán van mindenféle fast call, és ami őt a lényeg volt, nem tudunk visszamenni, nem is szabad megnyomni azt a gombot, ami a lényeg volt, az a X64-es, igen, ezt a System V-set használja a Linux, amikor 64 biteset használunk, és nézzétek meg, a első 6 paramétert a RDI, RSI és RDX, RCX stb. Regisztereken adja át, illetve hogyha floating pointnál első 8-at azokat a XMM regisztereken keresztül, és ha rekurziót csinálunk, akkor ezzel a 10-es regiszterrel chainelve többöket adunk át, mert ugye a regiszterek azok olyanok, mintha globális változatlan, hogy ugye átírhatná a alsó függvény. Tehát itt érzékeli, hogyha rekurzió van, és akkor azt nem úgy csináljuk, és ebbe ez alapján ellendető egy rekurzíve. A lényeg az,
hogy láthatok erdélyi meg eresin keresztül adódik át, és azért volt az, hogy az EDI az a 32 bites változat, mert az Intus ugye 32 bites Linuxon, a Long az 64 bites, hiába 64 bites rendszer, a pointerek 64 bitesek, de a Int az nem. És az edit meg az esit, a két első paramétert, az ugye most tényleg föltette a stackre nekünk a 32 biteseket. És ez azért van, mert memória címet kértünk róla. Tehát azért, mert itt kérem róla a memória címét is, itt az AB-nél. Egyébként ezt nem tenné meg, megmondom őszintén, hanem egyszerűen a printf-nek átadogatná a paramétereket. Főleg ilyen optimalizálás mellett. És a lényeg az az, hogy nézzétek meg, van itt egy ilyen, hogy meghívtuk 42-vel, 42-vel, tehát az A az 42, a B az 42. Ugye ez került átadásra. Amiatt, mert itt memória címet lekértük, amiatt ezek valóban felkerültek a stackre, és azt mondja, hogy a itt van egy lokális változónk, aminek a kulának a meghívásából van, és az A címe ettől való távolsága, meg az A címe, meg a B címe ettől való távolsága, az lesz kiírva itt az adif bdif-ben. Tehát, hogy amikor ezt lefuttatjuk, ez stack frame, nem stack frame, stack overwrite. Tehát a stack overwrite-ot, hogyha lefuttatjuk, akkor itt lássátok, hogy az A-ban 41 van, és a B-ben 41. És itt van a Aldi minusz 48, minusz 44. Tehát az, hogy mennyire tért el. És itt egy érdekesség van, hogy ide 42-ket adtunk be, akkor hogy lett ez a B, amit ugye itt kapunk meg, és ez ugye, akár ide is írhatom egy korst egyébként, hogy megmutassunk mindenkit. Minusz O2-vel fordítva. Mégis átírtuk. Tehát ez a konstans, ez a legnagyobb hazugság sajnos C++-ban, simán átírható, de itt nem kellett elkasztolnom se konstkasztal, hanem trükködéssel élünk. És az történt, hogy átadtuk a kulának ezt a A-t. A kula ugye a következő stack frame-be van. Ő kiszámolta ennek a cuccnak a stackben lévő memória területét. Ő magába írtunk be 21-et. Ebbe. Tehát ez nem írhatta át 42-re, ugyebár. Főleg, hogy ez nem is ugyanaz az A, mint az az A, ami itt lent van. Tehát ez az A, ez ugye eltér ettől a stacken. Egymás után vannak. És itt az történt, hogy a ezt az A pointert, ezt átírtuk 41-re, illetve utána meg átírtuk ezt az A pointer plusz 11-et is 41-re. Na most ez a 11, ezzel azt értük el, hogy ennek az A változóját írtuk át. Nincs is két paraméter itt. Tehát itt ezt a B-t ezt hanyagoljuk, ez egy memória hulladék íródik oda. De gondolom értitek, tehát a kulában lévő A, és a izé másik. De ezt az A-pointert ezt így írjuk 31-re, hogy lássátok, hogy nem azon keresztül múlik ez. Tehát, hogy úgy tudtuk átírni az A-B értékeket itt, ja igen, a debug build és a release build, az egy eltérő, de jó. Úgy látom most ebben az esetben nem tért el, de ez van.
Jó. Mindenesetre itt kiszámolgattam hardcoddal a dolgot, és az a lényeg, hogy a benti függvény, mivel ugye így néz ki, hogy a itt vannak a mainnek a dolgai, itt van a K2, ne nevezzük szegényt kulának, itt meg a K összes dolga, és amikor a K dolgai vannak, lekértem a memória címét itt a valamelyik dolognak, és ahhoz képest mi plusz 11 vagy plusz 7 vagy satöbbivel szépen beleírkáltunk a másiknak a stack frame-jébe. Na már most ezért mondják azt, hogy nagyon vigyázni kell, mert ugye a stack az errefele nőnek a memória címek, és láttuk az előbb, hogy ha egy tömböt csinálunk itt, egy kar tömböt mondjuk, vagy egy int tömböt, vagy akármilyen tömböt, akkor ugye az ide keletkezik, és egy ilyen irányú tömb lesz, ami errefele nő. Tehát ez a nulladik eleme a teteje, és ez a lengtedik eleme utáni pont a végén, ugyebár. És vigyázni kell, mert ugye buffer overflow-t úgy is lehet csinálni, hogy például a visszatérési címet, ami megmondja, hogy hova ugorjon vissza a program melyik függvénybe, azt átírhatjátok a tömb overflow-jával. És akkor ezzel szoktak lenni a legnagyobb ilyen buffer overflow problémák, ugye nem csak Linuxon, hanem bármilyen operációs rendszeren, és reklámozzák a security-val például a Rustot, meg a mindenféle nyelveket, ahol így próbálják ezeket nem elkövetni. De egyébként ez nem kell rász, mert a buffer overflow-t azt igazából, majd látni fogjuk, hogy igazából már a C szinten is meg lehet akadályozni. És furcsa is, hogy nem nagyon akadályozzuk. Jó. Tehát itt csak annyit, hogy könnyen át lehet írni egy alsó függvényből a felsőnek a paramétereit, és ugye itt akkor ez a függvény érték így megváltozott, hogy mik vannak benne, stb. Tehát a B értéke itt megváltozott. Ja igen, mert csak a B-t írtuk át, oké. Okay. Tehát az A-t azt ez írja ki, a B-t azt pedig ez írja ki. No. Itt van egy ilyen stack funnyret nevű csoda, ami szerintem a videó végéhez közeledünk, és már így arrafele tartunk. Tehát megnézzük egy ilyen batterit. Hát 80%-unk még van. Tegyük föl, hogy elég lesz. Szóval, azt mondja, vicces return érték. Van egy pointer, amit mi elneveztünk callernek, ez csak egy void csillag, egy sima memória cím. Aztán van egy magic, meg egy more magic nevű függvény. Itt a magic nevű függvény, meg egy more magic. Mind a kettőt megjelöltünk no inline-nal azért, hogy ezek igazi függvények legyenek, és ne, tehát ne így csak beinline-olódjanak a mainbe. Meg ugye van egy main. Na már most, mit csinál ez a program? Először próbáljuk meg ez alapján kideríteni, amit itt látunk, hogy mit csinál ez a program. Bocsánat. Set nu. Kicsit olyan furcsa ebbe a sötétbe itt lenni, jó, hogy villog a billentyűzetem, de azért kicsit mégiscsak összerongálja a videónak a menetét. Szóval, először is egy main pointer nevű dologba elmentjük a main-t. Látjátok? És kiírjuk, hogy a mainnek, ennek a függvénynek mi a memória címe. Magának a kódnak, ahogy a byte-ok vannak, ami leírja ezt a main futását. Aztán megcsináljuk ezt a more magic pointerre. A more magic pointer az ennek a furcsa függvénynek a memória címe. Ezt is kiírjuk. Aztán meghívjuk a magic-et úgy, hogy 0 és 1, aztán úgy, hogy 1 és 0. Oké, a more magic-et nem hívjuk meg. A magic az mit csinál? Ez a varázslatos függvény. Fogja, és a A meg a B paraméternek ugye pointereit lementjük. Tehát ezáltal, amit láttatok korábban a stack overwrite-os esetben, a veremre rákerülnek ezek a dolgok az Eddie-ből meg a ESI-ből, akkor is, hogyha nem olyan paraméter átállási konvenció lenne, hanem ilyen optimalizált, mint ahogy láttátok. És csináltunk itt egy volatilized return pointert, ami az A-hoz, ehhez, amit itt láttok, hozzáad 12-t. Ez
ez érdekes, nem? Tehát ez egy furcsa dolog, furcsa dolog. És itt a Magicnél kiírjuk printf fel, hogy mi volt az A, a B, és a return pointernek a... Itt bocsánat, itt a return pointer által mutatott dolgot nézzük meg. Tehát kiolvassuk ezt a pointert, és azt írjuk ide most kivételesen, a másik kettőnél meg magát a pointert. Aztán azt mondjuk, hogy a caller, mint amit itt láttátok ebben a csoda memória címben, ami csak egy ilyen globális változó, ide elmentjük ezt a varázslatos értéket, return pointert. A return pointerbe pedig ugye az általa mutatott helyre meg beleírjuk ezt a more magic pointert, ami egy függvény pointer, function pointer, erre a fönti függvényre. De ezt nem hívjuk meg, vagy valami, ezt csak így beírjuk egy ilyen random memória címre, ami a stacken valahol van. És most azt mondjuk, hogy ha az A kisebb a B-nél, akkor ugye itt volt az A meg a B, a nulla vagy a egy, akkor kiírjuk azt, hogy magic A, és visszatérünk, egyébként azt, hogy magic B. Ez csak azért van, hogy vagy ez fut le, vagy ez fut le. Ugye? Tehát, hogy két helyen is kiléphetünk ebből a függvényből, igazából ez itt a fontos, hogy itt is van egy return, meg itt is van egy return, és két kilépési pontja van ennek a függvénynek. Ezt azért szerettem volna elmondani, mert ez egy elég fontos dolog, hogy ugye nem csak egy kilépési pontja van. És ezt kétszer meghívjuk. És mit csinál vajon ez a függvény? Látszólag, ugye kiírja azt, hogy magic, aztán vagy ez, bocsánat, ha A kisebb, mint B, ez itt egy igaz, akkor kiírjuk, hogy magic A, utána megint kiírja azt, hogy magic, aztán azt kiírja, hogy magic B, és előtte még kiírta ezeket a memória címeket. Ugye ez kéne történjen. Mi ennek a neve? Stack funny red. Na, a memória címek kiírodtak, aztán valami, aztán ez is kiíródik, aztán kiíródik az, hogy magic A, aztán kiíródik valami felkiáltójeles dolog, amire nem számítottunk, aztán kiíródiknak megint a címek, a magic B, és megint kiíródik valami furcsa dolog. És kilép a program. Na, erre talán nem annyira számítottatok. Mert ugye senki nem hívott semmi mást, ez ebből a kódból nem igazán következik. De látjátok, hogy nem véletlen az a neve ennek, hogy magic, mert hát valami varázslatos dolog történik itten. No. A more magic, az meg ugye a még több varázslat, most már így kiderül, most már elárulhatjuk, itt van ez a furcsa string, ami láttátok, hogy kiíródik. Tehát valahogy ez a függvény meghívódik úgy, hogy látjátok, ez sehol nincsen meghívva. Na ezt adjátok össze. Meghívtunk egy függvényt úgy, hogy sehol nem hívtuk meg a kódból. Most mi történt itt? Az, hogy amit az előbb mondtunk, stack corruptionnek is nevezik ezt, azt a biztonsági részt én most tudatosan kihasználtam, és nem egy buffer overflow-os hibával használtam ezt ki, hanem egyszerűen fogtam, és pointerek írogatásával egyszerűen simán átírtam a memóriát. Tehát ezzel látjátok, hogy nem csak buffer overflow-val lehet ám ilyen támadásokat csinálni, hanem simán ilyen pointer tükközésekkel is. És kiszámolgattam, egyébként ez egy release build esetén, hogy 12 byte-tal odébb van a visszatérési cím. Na most miről van szó? Ugye arról van szó, itt vannak a mainnek itt van a mainnek a stack frame-je, és a main függvény az valahol itt van. Main függvény. Legyen akkor legalább egy F betű. Main függvény az valahol itt van. Aztán a magic függvény az valahol itt van. Mag. És a more az pedig valahol itt van. Ugye a memóriában. Na a mainnek a stack frame-je az itt tart valamitől valameddig, ez a mainnek a frame-je. Utána meghívódik a magic
keletkezik neki egy stack frame, az azt jelenti, hogy a, ez ugye megszűnik létezni, a base pointer mostantól nem mutat ide, ide beírod. Tehát először is a előző memória cím az ide íródik, a return address, ezt nevezzük csak R-rel, tehát a visszatérési cím, ami mutat a main függvénynek a belsejébe, nem az elejébe, hanem a belsejébe, az ide, ide íródik. Utána ide íródik az előző base pointer, ez a BSP, base pointer, most csak így írom le RBP helyett, vagy RBP. Ugye az előző RBP érték, ami itt volt. Tehát igazából ez egy ide mutató pointer. Az ugye oda tevődik, mert mostantól ez lesz a base pointerünk, ez az új base pointer, és a stack pointer az meg valahova ide mutat. És ugye így lett ennek az egész stack frame-je, ez a Magic-nek a stack frame-je, mag. A Magic-nek a stack frame-je, ezzel együtt ez az egész. És mit csináltunk itt? Itt a Magic-ben valahol benne van az A nevű, ez gyakorlatilag ide a legelső, lokális változó. És azt mondtuk, hogy az erre mutató pointer, ami itt az A pointer, az is valahol egy lokális változó, de az erre mutató arra való pointert, plusz 12-t, ugye errefele növekszenek a stackben a címek. Azt mondja, hogy mi az a 12? Itt van egy RBP, ugye az a base pointer, az egy 8 byte-os, meg van egy visszatérési lokális cím, az egy valószínűleg RBP volt itt, ami el volt tárolva, a 32 bitesen, mert gondolom elég a stack, hogy 32 bites legyen a pointer, és a visszatérési cím az viszont 8 byte-os, és az a 12, nem, bocsánat. Nem tudom, mi a maradék 4 byte, de az egyik dolog az egy plusz 4 byte-os. Mindenesetre mi ezt a return address-t, azt, ami itt van, azt megcéloztuk. Már most hirtelen nem tudom pontosan, hogy hogy volt, szépen gottboltal kinézegettem, alsemben itt is meg lehetne nézegetni, de most a rajzon, aztán nem akarnák untatni mindenkit, inkább ezt a rajzon szépen mutogatjuk. A lényeg az, hogy ennek a memória címre mutattunk egy pointert, ami a return address. És mi ezt átírtuk, méghozzá úgy, hogy a more magic pointer tettük bele, tehát most ez a red, ez nem ide mutat, hanem a More Magic-re mutat. És az történik, hogy kiíródik ez a printf, aztán megtörténik, vagy ez, tehát ez azért van, hogy mind a két esetben, tehát bárhogyan is lesz vége a függvénynek, ez meg fog történni, a return miatt a red azt fogja csinálni, meg az előtte a kód, amit generál a fordító, az azt csinálja, hogy ezt a stacket, ezt itt lebontja, majd ezt a return address-t kiszedi a stackről, és odaugrik vissza. És ezt kezdjük el végrehajtani. Ezt a függvényt. Ami, mint azt tudjuk, a More Magic. Tehát teljesen máshova ment a függvénynek végrehajtása, és nem ment vissza ide a mainre. Mert ide kellett volna visszamenjen ugye a return után. Ehelyett ide a More Magic-re kerültünk. Na, mit csinál a More Magic? Azt mondja, hogy hoho, More Magic, ki volt a hívó? Azt ide tesszük a callerbe. És a callerbe látjátok, a mi return pointerünket tettük. Na most ez a caller, ez annak a hívója, aki az eredeti függvényt, az eredeti magicet hívta, ami a main. Ezért a mainnek a memória címe lesz itt kiírva a magic callerben. Ezt mégis nézhetjük egyébként. Hogy a Magic Caller az egy ilyen hosszú szám, és a mainnek a memória címe az ez. Na most az a furcsaság van, hogy ez kicsit odébbi szám, de ez miért van? Azért, mert nem a main teteje hívott meg minket, hanem itt a közepe. És ugye volt benne két printf, meg mindenféle dolog. És ez a pár byte az annyival van odébb. Azért van ez kétszer. A lényeg az, hogy ugye tudjuk, hogy hova kell visszaírni, mert nem a mainnek az elejére kell, hanem a
a Magic meghívási sora utáni sorra, tehát ez utáni sorra kell mindig ugrani. Tehát ha ennél tartottunk, akkor erre a sorra, ha erre tartottunk, akkor erre a sorra kell a returnnek visszaugrani. És ez volt a Color, ugye ez az a visszatérési cím. Na most ide annyit csináltam, ezt sajnos assemblyvel írtam be, hogy a stack pointert, ezt hozzáadtam 8-at, azért, hogy a lokális stack itt leépüljön, mert nekünk itt nem egy return-öt kell adnunk, mert ugye nincsen nekünk most egy stack frame-ünk igazából, hanem csak elkezdődött ennek a kódnak a végrehajtása, nincs is ilyen stack frame-ünk, ami itt keletkezne. Ezért viszont mi magunk fogjuk eltakarítani még a utolsó dolgokat, amit ugye meg kéne ejteni a hívó után, és gotúval fogunk odaugrani. Ezt úgy hívják, hogy GCC-ben van egy ilyen computed goto extension, hogy gyakorlatilag memória címre is tudunk így ugrani. Látjátok, ez egy void csillag color, és általa mutatott memória címre így lehet ugrani. Egyébként ez nem standard C, ez mondom egy ilyen GCC specifikus dolog. A slang az egyébként szerintem nem is tudja ezt, hogyha azt mondjuk, hogy slang, akkor azt fogja mondani, hogy error, indirect, goto, nem tudom, tehát ezt nem is támogatja például a slang. Tehát ezt a programot ezt nem is lehet szanggal futtatni, csak GCC-vel. És az a lényeg, hogy láttátok, így be tudtunk vinni egy idézőjelbe biztonsági rést ebbe a programba. Most ezt eltakarítom. Viszont van egy dolog, amiről beszéltem, hogy ugye mondják, hogy hú, ilyen modern programnyelvekben ezt nem lehet csinálni. Egyrészt a buffer overflow-kat nem olyan egyszerű csinálni, mert az, mit tudom én, ilyen C-sáv, vagy akármilyen nyelven, ami nem kell ilyen nagyon rászra gondolni, vagy akár Jai-ban is azt hiszem úgy van, hogy a buffereken nem lehet ilyen könnyen overflow-olgatni, vagy tömböket. Ezért erre külön védelmek vannak. Viszont a C-ben is van egy olyan lehetőség, hogy a stack, az ne egy darab stack legyen, hanem legyen egy stacked, amiben pakolod a paramétereket, meg egy külön stacked lesz, amiben pakolod a visszatérési értékeket. És ebbe sokkal több mindent pakolsz, mert a paraméterek meg a lokális változók általában nagyobbak, ebben mindig csak 4 vagy 8 bájtokat, ami a visszatérési cím. Ez azért jó, mert akkor azáltal, hogy itt a saját lokális változóidnak tudod a címét, vagy buffer overflow-t okozol, maximum korrumpálod az adatokat, de a visszatérési címet nem tudod korrumpálni. Ez egy nagyon egyszerű dolog, de nagyon kevesen tudnak róla, és állítólag halál egyszerű bekapcsolni. Méghozzá ezt úgy lehet bekapcsolni ezzel a Sanitize Shadow Call Stack-kel a clang esetén, de látjátok, a clang esetén az nem örül, mert ilyen indirekt gotus dolgokat, olyanokat csinálok, amit ő nem támogat. Viszont ez a Safe Stack vagy Shadow Stack technológiának nyugodtan nézzetek utána, meg Stack Canary, ezekkel lehet ilyenek ellen védekezni, és a GCC meg a clang esetén ezzel a csodálatos paraméterrel lehet ezt használni. Ki azt mondjuk, hogy a GCC-t ide írjuk be az O2 mögé, ezt a minusz make shadow stack-et. Marha jó kis rövidítés. És most futtassuk el a stack overwrite-ot. És látjátok, ja, nem a stack overwrite-ot. Baszki. És ezt akartam. Stack funnel-et akartuk. Jó van. Shadow. És akkor legyen benne ez a dolog. De látjátok, ez nem védett meg. Mert ez a dolog, ez megvédene egyébként a buffer overflow-s dologtól, mert ez azt csinálja, hogy oda pakol ilyen mindenféle cuccokat, de ez nem véd meg mindentől. Viszont ha azt mondjuk, hogy fstack protector all, vagy akár strong, akkor az megvéd egyébként ettől a támadástól, és mindjárt nézzük. Legalábbis én azt várom, mert az egy erősebb védelem. Nem ár. Ez azért nagyon furcsa, mert konkrétan a videó készítése előtt megcsináltam azt, hogy
Ja, mert a Shadows-ot kéne futtatni. Ilyen hülye állat. Na, a Shadows-ot futtatjuk, akkor látjátok, van egy ilyen Stack Smashing Detected és Terminated. És akkor oké, ez most elszáll a program, de nem engedett ilyen nem standard futat, kódot futtatni. Tehát látjátok, meghívadott a Magic A, de a More Magicre nem került átadva a vezérlés. Tehát ezzel, hogyha mondjuk ilyen Stack under, Overflow, Underflow, stb. Nyilván a Stack esetén Overflow. Ja, a Stack Overflow az más jelent. Tehát a Buffer Overflow a Stack esetén ugye azt jelenti, hogy azzal be tudsz cirkálni a visszatérési címekbe, és lefuttatni olyan kódot, ami egyébként nem is kéne ott legyen. Tehát mondjuk írhatsz egy nagy tömböt oda, értitek? Egy nagy tömböt, és a visszatérési címet avon a tömbön belül a Stacken belülre írjátok. És akkor például, hogyha ez egy kernelben van, egy egyszerbakban, és ugye ez valami paramétertől függ, akkor így például átvettették a vezérlést adminisztratív szinten a gép fölött, és olyan kódokat futtatok, aminek mindenek joga, mindenhez joga van. Ugye ezek azért problémásak, ezek a security flow-k. És ezt is akartam megmutatni, hogy egyébként viszont, hogyha nyomjátok ezeket a stack protectorokat, meg ilyen stack sentinel-eket, meg még shadow stack-es dolgokat, akkor ám ezzel meg lehet akadályozni a problémákat. Most a Shadow Stack az szerintem azért nem volt elég, mert az nem azt a szétválasztást csinálta, amit a clangos tudna, hanem az annyit csinálta a jelen esetükben, hogy csinált egy másolatot, és összehasonlítgatta, hogy volt-e túlpisság. De mivel mi nem túlírtuk a stacket, hanem pointeren keresztül elértük a fölötte lévő dolgokat, ezért továbbra is ugye tudtunk ilyen security hibát okozni, vagy egy vezérlés átadást okozni, és ez a pointer aritmetikával ugye továbbra is elérhető lenne, hogyha valami erre alkalmat ad, csak ugye ezek ritkább hibák, mint a buffer overflow. Szóval egyébként C-be, C++-ba is vannak ám ilyen pro dolgok, amik ezt megakadályozzák, és láttatok, ennek van mindenféle szintje, és lehet is olyan kerneleket futtatni, amik ilyen, ahogy hívják, ez fortified-osok, és akkor fortified-osan a C library-t is, a glibc-t is meg lehet csinálni, stb. És csomó mindent lehet itt csinálni, mindenféle stack méret, statisztikákat, mindenféle varázslatokat. Úgyhogy igazából ennyit szerettem volna elmondani, és kicsit visszahozom még magamat. Hát egy kicsit látszodok is, ez az. Úgyhogy ennyit ért ez a videó. Remélem, sok érdekes dolgot megtanultatok. Úgyhogy szerettem volna ezeket az egy kicsit megmutatni, mert a stackről arról érdekes, hogy ritkán esik szó, még mondom ahhoz képest is, amit a heap-en elmagyaráznak egyesek. Úgyhogy gondoltam, legyenek már arra is kicsit ilyen titkok. És ha szeretnétek ilyen videót a heap-ről is, akkor kommentelgetisetek. Ha valami kérdés olvasója van, nyugodtan lehet kommentálgatni. Tetszik a videó, nyomjátok a lájkokat, subscribe-ot, stb. Látjátok, örüljetek, hogy most nem élőben nyomtam. Tudtam, hogy ez el lesz cseszve, de nem tudtam, hogy miért. Hát, leállt az áram. Úgyhogy ennyi volt a felvétel. Mindjárt le is állítjuk magunkat. Sziasztok!